Széles Lajost a gyógyító borbéként ismerték sokan a környéken, 1897-ben született Nakon, harcolt az első világháborúban, majd egy fodrászüzletben dolgozott Dombováron, ahonnan a gazdasági válság elől Dél-Amerikába emigrált. Uruguayban talált új otthonra, borbély üzletében kis laboratóriumot működtetett, ahol 1957-ben kísérletezni kezdett, hogy autóbalesetben megsérült barátainak gyógymódot találjon. 1962-re elkészült a szer, melyet 1988-ban már Magyarországon is törzskönyveztek. Ebből az örökségből indult Nakon a rózsatermesztés pár évvel ezelőtt. Kaptunk 2012-ben közel 800 tő rózsát, és azóta az állományunk az 10 000 tőre növekedett. Ennek a termesztése folyik jelenleg Start munkaprogram keretén belül. A rózsák most visszametszve várják a tavaszt, de fényképeken látszik, milyen, amikor teljes a virágzat. A lényeg a szirom, ezt tudják eladni a Széles Lajos szabadalmával rendelkező cégnek, mely a kezdetektől segíti a falut. A rózsatermesztés is az ő ötletük volt. Annak ellenére, hogy folyamatosan fogy a lakosság, NAK nem tartozik a legszegényebb települések közé. A közeli mezőgazdasági cégnek köszönhetően adóerőképességük dobogós a térségben. Mégsem sikerül megtartani a fiatalokat, talán segíthet majd ebben az új fejlesztés. 110 millió forint támogatást kaptunk, gyakorlatilag ez egy agrárlogisztikai központot foglal magában, de igyekszünk úgy tervezni, hogy ebbe egyéb gyógynövény mellett a rózsafeldolgozás is helyet kapjon. Nyilván a gyógyszeriparban nem tudunk beleszólni, lehetőségek hiány, de a rózsaolaj készítés, illetve egyéb olyan készítmények, amik itt helyben szerényebb körülmények között, kozmetikai szerekre gondolva talán előállíthatóak lesznek. Önkormányzati többséggel alakult a NAK Oil Kft. A fő profilja ennek egyébként az olajtök körül mozog, tehát olajtököt szeretnénk feldolgozni, de emellett egyéb olajos magvakat is sajtolnánk. Ebben az új üzemben lesz majd az olajtök mosására alkalmas berendezés, tehát egy olajtökmosó, aztán szárító berendezés, ami mindenféle gyógynövény szárítására alkalmas lesz, többek között a rózsájára is, illetve egész a palackozásig a gépsoroknak a beállítása. Közösen a NAKI mezőgazdasági ZRT-vel vállalkoztunk erre a beruházásra, elsősorban helyi termelők, tehát a NAKI önkormányzat mellett a NAKI ZRT, de a helyi gazdák is lehetőséget kapnak arra, hogy beszállíthassanak alapanyagot. A munkavállalókat mindenképpen helyben szeretnénk kiválasztani és alkalmazni, nem igényel különösebb szakértelmet, elsősorban betanított munkásokra lesz szükség, akik gépeket fognak kezelni. Szeretnénk, hogyha fejleszthetnénk, szeretnénk, hogyha többet tudnánk termeszteni, illetve többet fel tudnánk dolgozni, mert a nagyobb bevétel az a késztermékből adódik. Ehhez rendelkezésre áll még 18 hektárnyi önkormányzati tulajdonú terület, de az sem utolsó szempont NAK polgármestere szerint, hogy a házakhoz tartozó, sokszor 3000 négyzetméteres kertek esetleg újra megtelnek majd élettel, mert lesz hova termelni a lakosságnak.